A Nyíregyházi Sportcentrum műkorcsolyázója Szatlúszki Zsombor nyitotta meg díjnyertes előadásával a Jégpályák éjszakáját Nyíregyházán. A fiatal tehetség a december közepén megrendezett DVTK Kelet-Magyarország kupán Miskolcon rekreáció kategóriában lett első helyezett, előadása pedig megalapozta a szombati rendezvény hangulatát. A jégtáncásság úgy indult, hogy jéghokizni fogok, viszont ahhoz nem volt annyira kedvem, ezért kipróbáltam inkább a műkorcsiját, és megtetszett. Ezért több mint egy éve már ezt a sportágat választottam, és nagyon szeretem. Már a hetedik alkalommal szervezték meg a Jégpályák éjszakáját, a legnagyobb hazai téli sport országos rendezvényt. Mióta a városi jégpálya üzemel Nyíregyházán, minden évben csatlakoznak a programhoz, amelyet nagy érdeklődés övez. A helyszínen 19 és 22 óra között jégdiszkóval várták az érdeklődőket. Terveink szerint március 28-áig üzemel majd a pálya, hiszen utána már húsvét van. Én azt gondolom, hogy azok a látogató számok, amelyeket mi minden este látunk a különböző statisztikákban, abban erősítenek meg minket, hogy nagyon-nagyon népszerű a pálya, nagyon sokan választják ezt a téli sportot, és egy ilyen jégdiszkó, vagy egy ilyen jégpályák éjszakáján is persze a fiatalok megmozdulnak, de természetesen az idősebbeknek is szoktunk szombatonként retro diszkóval kedveskedni, és aki pedig eljön és szeretné megölökíteni ezt az estét, az megtehet, hiszen kolléganünk készít rőlük egy ilyen úgynevezett party fotót, amelyet a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán lehet megtalálni. A Jégpályák éjszakájának az idei évben is hatalmas sikere volt, több mint 1000 résztvevő érkezett a rendezvényre. A városi jégpályán a novemberi nyitás óta is rengetegen korcsolyáztak már, nem ritka, hogy 5-600-an is vannak a pályán egy-egy este. A 2018-ban nyitott létesítményben 1800 négyzetméteres a jégfelület, lelátóval felszerelt fűtött öltöző és büfé is a vendégek rendelkezésére áll a hét minden napján.